Mit gondolnak, mekkora a valószínűsége annak, hogy én az elkövetkezendő 5 évben fegyveres rablást fogok elkövetni? És annak, hogy önök ma itt a szomszédjuk ebben a teremben egyáltalán ki lehet ezt számolni? Meg lehet ezt becsülni? Például az alapján, hogy én mit tettem múltban, hogy mit fogok tenni a jövőben? Vagy esetleg, hogy a hozzám hasonlók mit tettek a múltban, hogy ez alapján én mit fogok tenni a jövőben? Megbecsülhető ez? Science fiction, igaz? Én szeretem a science fiction. Ahogy a Falcon-ban is elhangzott, létezik olyan film, amiben úgy előzik meg a bűnöket, hogy nem is hagyják már elkövetni azokat, hiszen a bűn megelőző rendőrség még azelőtt elfogja a tetteseket, hogy elkövetnék a bűncselekményt. Megbüntetik őket, így aztán megvalósul a bűnmentes társadalom. Igaz, a filmben jövőbe látó médiumok, mutánsok segítségével történik meg mindez, de ezt az apróságot most hagyjuk. Önök, nem tennék fel ezt a kérdést, hogy mégis lehetséges-e ez? Lehetséges-e mondjuk előrelátni azt, hogy lesz-e hétfőn az OTP-be fegyveres rablás, amikor épp oda szándékozok menni, ügyeket intézni? Vagy hogyha mondjuk biciklivel érkeztek ma, és elfelejtették lezárni itt az IH előtt a biciklit, hogy mekkora valószínűsége annak, hogy azt elviszik, mire kiérnek? Vagy esetleg milyen lenne reggelente az időkép.hu mellett a bűnkép.hu-t is böngészkedni, és a sapkasál mellett azt is eldönteni, hogy épp mit fogok csinálni aznap? Ilyen csak a filmekben létezik? A jövőben? A helyzet az az, hogy nem. A valóságban, Amerikában az elmúlt néhány évben már általánosan elterjedté vált az a módszer, hogy a büntető bírókat egy úgynevezett predikciós szoftver, egy előrejelző algoritmus segíti a büntetések kiszabásában. Az előrejelzés tárgya az, hogy az előttük álló személy, akinek az ügyében dönteni kell, milyen valószínűséggel fog majd egy újabb bűncselekményt elkövetni, egy másodikat, egy harmadikat, egy negyediket. Ha nagyobb a valószínűsége, akkor hosszabb büntetést fog kapni a már elkövetett bűncselekményéért. Ha kisebb a valószínűsége, akkor kevesebbet, vagy az is lehet, hogy nem zárják börtönbe. Igen, jól hallották, a még el nem követett bűn befolyásolhatja a büntetést. Az algoritmus, amit használnak, rendkívül sok adat, információ figyelembevételével adja meg az eredményét, amit egyébként hagyományosan a humánbíró is mérlegel. Mindenütt másod, nyilván nálunk is. Szakmai tudása és tapasztalata alapján. Igaz, a humánbíró számára legalább kettős korlát adott. Egyfelől sokkal kevesebb adatot tud feldolgozni, agyi kapacitásunk jelenlegi állapota és használata szerint, valamint a szakmai tudás és szakmai tapasztalat mellett egyszerűen nem kizárható a napi hangulat, az intuíció és akár az egyéni szimpátia sem a döntés meghozatalában. Minden esetre az amerikai bíró eldöntheti, miután megismeri az algoritmus számításának az eredményét, hogy ő maga is lefolytatja szakmai tudása alapján ezt a veszélyesség vizsgálatot, és így alkalmazza a büntetést, vagy megnézi, mit mond az algoritmus, elég az, én már nem foglalkozom azzal, hogy kiszámoljam újból, és így alkalmazza a büntetést. Ahogy ez például Eric Loomis-szal is történt, egy amerikai állampolgárral, aki fegyveres rablásban való közreműködésért jóval hosszabb szabadságvesztést kapott, csak is azért, mert a bíró már nem folytatta le azt a mérlegelést, amit egyébként megtehetett volna. Az algoritmus eredményét vette figyelembe. Ügyét azért említem itt önöknek, mert Eric Loomis nem elégedett meg azzal, nem nyugodott bele abba, hogy a humánbíró nem számolta ki az ő veszélyességét, és beperelte a szoftvert előállított céget annak érdekében, hogy megtudja, hogy mégis mi alapján számolta ki az algoritmus azt, hogy ő biztosan vissza fog esni. Milyen érdekes, hogy még Amerikában sem pereskednek azért, hogy azt megtudják, hogy egy konkrét ügyben, mondjuk a humánbíró, a humánbírót befolyásoló nem szakmai tényezők mégis milyen mértékben játszanak szerepet egy-egy döntés meghozatalában. Minden esetre az igaz, hogy az amerikai bíró számára muszáj elhinni az előrejelzés helyességét, hiszen ettől függ az, hogy hosszabb vagy rövidebb büntetést fog kiszabni. Azonban az előrejelzés helyességét objektíve igazolni nem lehet.
Egészen egyszerűen azért, mert ha már kiszabja a büntetést, az pont azért teszi, hogy az az állampolgár javuljon meg, legyen törvénytisztelő, és ne kövessen el újabb bűncselekményt. Ez a büntető igazságszolgáltatás paradoxonja nem csak ott, nálunk is, az egész világon. A büntető igazságszolgáltatás a múltban él. A múltban elkövetett, rossznak tekintett cselekedeteket a jelenben állapítja meg és bizonyítja. Célja szerint viszont a jövőbe tekint, hiszen justícia pallosa csak is azért csap oda jól igazán a bűnösöknek, úgy értem képletesen, hogy őket, a konkrét szemét eltántorítsa újabb bűncselekmény elkövetésétől, meg természetesen mindenki mást, aki látja az ő példáját. Persze azért is odavág, hogy azért fájjon. Hiszen tudjuk, hiszünk is abba, sőt, a rendszer részét képezi az, hogy a ma elszenvedett fájdalom, az kihatással lehet jövőbeli magatartásainkra is. Ha ma súlyosan megbüntetnek, akkor a jövőben nem fogunk bűncselekményt elkövetni. A büntetőjog, amivel én foglalkozom, a büntető igazságszolgáltatás, tehát nem más, mint negatív előrejelzés, predikció maga. Még jó, hogy szeretem a science fiction-t. A bűncselekmények előrejelzésének gépi megvalósításához lényegében három feltételre van szükség. Egy rendkívül nagy mennyiségű és sokféle személyes adatra. Kettő, szükség van társadalomtudományi kutatásokra, amelyek az adatok közötti összefüggéseket megállapítják, egészen pontosan és egészen különösen azt, hogy az adatoknak milyen köze van a bűnözés kialakulásához, a bűncselekmény későbbi elkövetéséhez. És természetesen gépi kódokba ágyazott matematikai törvényszerűségekre. Ezek közül valójában az adatok jelentik a kritikus komponenst. Adatból sosincs elég, márpedig minél pontosabb előrejelzést szeretnénk, annál több adatra van szükségünk. Erre még majd mindjárt visszatérek. Ebben a vonatkozásban, hogyha tovább lépünk, akkor az igazán nagy kérdés az az, hogy létezik-e olyan algoritmus, olyan gépi analitika, ami azt meg tudja jósolni, azt meg tudja becsülni, hogy egy meghatározott személy fog-e bűncselekményt elkövetni a jövőben. Na ez az, ami ismerős lehet a filmből, a filmvászonról. És amire ha esetleg valaha ezt komolyan is végig gondoltuk, csak legyintettünk. A legyintések ideje is lejárt. Ez is a valóság. 2018, Nagy-Britannia. Elindul bő egy évvel ezelőtt a próba üzeme annak a rendőrségi szoftvernek, nyilván mesterséges intelligenciával középpontban, amelyik pontosan azt számolja ki, azt becsli meg, hogy ki fog súlyos, erőszakos bűncselekményt elkövetni, akár önök közül is, ha éppen Londonban, Birminghamben vagy Manchesterben tartózkodnak. Igaz, a jelentések szerint a brit rendőrség nem fog azonnal mondjuk előzetes letartóztatást vagy őrizetet elrendelni, hanem segítő szolgáltatásokat fog felajánlani azoknak a személyeknek, akikre a gép elhelyezte a gyanút, akik a gépi gyanúba keveredtek. Szociális munkás, pszichológus igénybevételét. Önök mit szólnának ahhoz, ha szállodai szobájukon kopogtatna a brit rendőrség azzal, hogy jó napot kívánok, John Enderton vagyok, bűnügyi nyomozó. Ön most egy rendőrségi intézkedésben vesz részt. Azért, mert nem követett el egy fegyveres rablást. Itt van velem Sylvia Smith, igazságügyi pszichológus, aki önnel most egy bűn megelőző beszélgetést fog lefolytatni. Tájékoztatom, hogy nem áll jogában hallgatni. Megértette? Rendben, itt írja alá. Önök elhinnék, hogy potenciális bűnelkövetők, ha ezt egy algoritmus, bonyolultan ugyan, de kiszámolja? Önök alávetnék magukat bármilyen hatósági intézkedésnek, még akár egy ilyen ártalmatlannak tűnő bűnmegelőző elbeszélgetésnek is? A jelentések szerint az algoritmus, a mesterséges intelligencia jelenleg
az adatfelvétel fázisában tart, körülbelül 5 millió egyén releváns adatát táplálták már belé. 5 millió egyén. Várhatjuk, hogy nem sokára az első intézkedések is meg fognak történni. És akkor az emberi jogok védelme nyilván az is új paradigmába fog helyeződni, nem csak egymástól, nem csak az államtól, hanem a gépi algoritmusoktól is meg kell védenünk egymást, vagy magunkat. Jó, de hagyjuk az erőszaktevőket, az erőszakos bűncselekményeket, elkövetőket, hagyjuk a bűnösöket. Beszéljünk valami hétköznapi dolgokról. Az algoritmusok, a mesterséges intelligencia ilyen eredményekre tud jutni, betáplálhatunk olyan adatokat is, amelyek a hétköznapi bűneinket tudják előrejelezni. Például, hogy mekkora az esélye annak, mekkora valószínűsége annak, hogy életünk párja megcsap bennünket. Vagy hogy mondjuk mi magunk az elkövetkezendő néhány évben, attól függ, mennyire tervezünk, félrelépésnek lehetünk-e a áldozatai. Szeretnénk megtudni a valószínűségét ennek a hétköznapi bűnnek? Mit kezdenénk mondjuk 55%-os eredménnyel? Tükörbenézés? Egy komoly elbeszélgetés? Internetes nyomkövetés? És a 70% párkapcsolati terápia? Magánnyomozó? Esetleg szobafogság, ha rólam van szó? És a 95% válás? Persze, kérdezés nélkül. Philip K. Dick 1954-ben írta meg azt a kisregényét, amiből a 2002-es hollywoodi mozi, a Különvélemény is elkészült. Azt, ha nem tudták, most mondanám, hogy az a történet 2054-ben játszódik. Az író 100 évvel számolt. A mi számunkra ez már csak 35 év. A science fiction nem az már, hiszen mindaz, ami ezt lehetővé teszi, úgy értem, mutánsok nélkül, az már a kezünkben van. Itt játszadozunk ennek a jövőnek a darabkáival, és rajtunk múlik, hogy mi lesz vele. Ha a brit program sikeresen debütál, a bűneink előre kiszámíthatóak lesznek. És ha ez így lesz, akkor nyilván innen már csak egy pár lépés a bűnkép.hu és a reggeli borzongás a bűnözési térkép áttekintése kapcsán. Lehetséges, hogy az algoritmus nem számol elég pontosan, az előrejelzés nem lesz elég pontos, és olykor bebecsúszik egy-egy bűncselekmény elkövetése. Ebben az esetben a gépi bíró lefuttatja az ítélet algoritmust, és ki is számolja a büntetést. Miközben a mesterséges központi intelligencia beazonosítja, megkeresi, és meg is találja a tettest. Majd kézbesíti számára a beépített közvetlen agyi kommunikációs interfészébe az ítéletet. És a tettes az ítélet csatolmányaként megküldött büntetést ott azonnal le is töltheti. Hiszen a büntetés egyben áttöltődik a memória interfészébe, és a megtévedt honpolgár néhány másodperc elteltével olyan emlékekkel nyitja ki a szemét, hogy nem mintha, hanem hogy letöltött 10 kemény évet egy mexikói börtönben. Vagy egy magyarban. Bocsánat, valóban, na ez science fiction volt. Azt hiszem, említettem már, hogy szeretem a science fiction-t. Igen, a gépi bírónál kezdődött. De a gépi bíróra, a ítélet algoritmusra, az agyba letölthető büntetésre, sőt, az emlékeink közé elhelyezett, valósnak tűnő börtön emlékek, börtön memóriára nincs jelenleg, tudomásom szerint, komolyan vehető tudományos kutatás. Mint ahogy a gépek a bűncselekmények számításon alapuló előrejelzésére sem volt 1954-ben. Ami nem változott azóta, az az, hogy mindannyian szeretnénk bűnmentes társadalomban élni. Mindenki szeretné elkerülni azt, hogy megcsalják, becsapják, bántsák vagy átverjék. A bűneink kiszámíthatóak lesznek, másoké is persze. Ha ez így van, akkor azok el is kerülhetők. Sőt, mi több, a hatóságok is nagy örömmel segítenek majd abban, hogy elkerüljük a jövőbeni, meg el nem követett bűneinket. Akkor
Mi az, amiről itt beszélünk? A humán tényező azonban nem elhagyható a képletből. Két okból sem. Egyfelől az algoritmusokat most és még emberek írják. Emberek kódolják be a mesterséges intelligencia szoftverébe azt, hogy mik a tudományos kutatási eredmények, mik az adatok közötti összefüggések, és az emberek teszik föl a kérdéseket az algoritmusoknak, a mesterséges intelligenciának. A technológia olyan, amilyenné mi tesszük. Tegyük olyanná, alakítsuk olyanná, hogy akarjunk, szeressünk ezzel élni. Ez egyébként mindenkinek a felelőssége és a lehetősége is, de most már kell ezen gondolkodni. És a legfontosabb. Az algoritmusok csak és akkor tudnak jól értelmezhető és érthető eredményeket adni, ha elegendő adat van a birtokukban, ha elegendő adatot bocsátunk a rendelkezésünkre. Viszont azt mi döntjük el, hogy mit osztunk meg, mit adunk át? Hogy például engedjük-e, hogy az életünk minden szegmensét információként megkaphassa egy ilyen ragyogóan számítani képes algoritmus? Vagy például engedjük-e a teljes megfigyelést? Élnénk-e teljes megfigyelésben, bocsánat, adatgyűjtésben? Már csak azért, hogy a hétköznapi és a főben járó bűneinket pontosabban ki lehessen számolni, és meg lehessen becsülni. Azt a kérdést nekünk kell eldönteni, hogy kíváncsiak vagyunk-e a százalékos valószínűségére annak, hogy lesz-e fegyveres rablás az OTP-ben, a biciklinket elviszünk-e, vagy hogy a párunk megcsal-e. Ez a döntés, ez elvezethet a bűnmentes társadalomhoz, de ez a döntés egyben annak az ára is. Megfizetjük?